Hőgyész két terület és település fejlesztési operatív programban futó fejlesztés megvalósítására is lehetőséget kapott. Az egyik ilyen beruházás az orvosi rendelő felújítása. Rászolgált már ez az épület erre, hiszen egy régi épületről van szó, és komolyabb fejlesztést nem tudtunk eszközölni az épületen, hiszen nem volt anyagi forrásunk rá. Erre az épületre 75 millió forintot költhetünk, ennek keretén belül az orvosi műszerpark teljes felújítást kap, a belső berendezések megújulnak, újak lesznek, illetve az épület is funkcionálisan megmarad orvosi rendelőnek, de kibővül, egyéb szolgáltatások is végezhetők ott egy minilabor is kialakításra kerül a szuterinba egy sószoba, ami légúti megbetegedések kezelésére szolgálhat, és egy modern rendelő kerül kialakításra szükséges kapcsolódó helységekkel, egy tágasabb, nagyobb váróteremmel fog rendelkezni, és gyakorlatilag az épület teljes mértékben átalakításra kerül, felújításra, közművei cserélve lesznek, villany, víz és szennyvíz vezetékek újjá alakítjuk, és ezáltal azt mondom, hogy az épület meg fogja állni a helyét a következő 30 évben biztos, stabilan szolgálhatja az egészségügyet, hiszen kap egy hőszigetelést, nyílászárói is korszerűsítésre kerülnek, cseréljük őket, illetve megújuló energiával fogjuk ellátni az áramellátását napelemekkel, és napkollektorokkal biztosítjuk majd a használati melegvizet, illetve a fűtésre rásegítünk, hogy minél kevesebb költséggel tudjuk a későbbiekben üzemeltetni ezt az épületet. A felvételek alapján látszik, hogy az épületnek ez a fele, ez a hátsó része abszolút használaton kívül volt, ez régi szolgálati lakás célját szolgálta az itt dolgozó orvosnak, és erre nem tudtunk fordítani, ezek is ugyanúgy önálló funkciót fognak kapni, teljes mértékben felújításra kerülnek, és bővítésként hozzá kötjük a rendelőnkhöz, ezért tudunk várótermet bővíteni, nagyobb rendelőt biztosítani, külön fektetőhelységgel és külön vetközőhelységgel, úgy ahogy azt a modern kor körülményei megkövetelik már. A rendelő felújításának fontossága abban is megmutatkozik, hogy környező településekről is érkeznek hőgyészre az orvosi ellátás hiány miatt. Váróterme többször is zsúfoltságig megtelt, ezért sok ember megelégedésére szolgál majd a fejlesztés. Másik jelentős lépés a Hőgyészi Nyugdíjas Klub felújítása lesz. Botta György elmondása szerint ez egy szinte 100%-ban kihasznált épület, nagy az igény rá a településen, és sokan igénybe veszik a nappali ellátást. Ezen felül a házi ellátás szolgáltatásának koordinálása is innen történik. Ennek keretén belül a település azon idős lakóit látják el, akik már nem tudnak a nyugdíjas klubba bejárni, de ellátásra szorulnak. Egy másik fontos fejlesztés a településen egy kézilabda csarnok építése lesz az általános iskola udvarán állami beruházásból. Ez hozzávetőlegesen 600 millió forintból fog megvalósulni. A polgármester elmondása szerint ez rendkívül jó célt szolgál majd a település sportolói számára és a kézilabdázók hazai mérkőzésének lebonyolítására, illetve az iskolába járó tanulók mindennapos testnevelés órái méltó körülmények között tudnak majd zajlani. A mögöttem lévő hóval fedett aszfaltos pálya területén fog megépülni majd a sportcsarnok, és bontásra kerül itt a kerítés, egy új kerítés kerül kialakításra itt, ahol állok, parkolók építését tervezzük 40 darab autó számára, és ugye ehhez a sportcsarnok építéshez kapcsolni szeretnénk az általunk belügyminisztérium kiírása alapján elnyert pályázatunkat, ami 15 millió forintot engedélyez felhasználni a település belső belterületi közútjainak a felújítására. Már akkor azt céloztuk meg a pályázat beadásakor, hogy egy olyan méltó és rendezett környezetet tudjunk teremteni ezzel a sportcsarnok köré, amely a biztonságos parkolást, közlekedést és javítja az új épület körüli esztetikai képet, ezeket fogja biztosítani. Ezért ez a mellettünk lévő Arany János utca új burkolattal kerül ellátásra, illetve a csarnok bejáratával szemben lévő Kossuth terünk közlekedő útfelülettel, illetve parkolóval szintén teljesen új burkolatot fog kapni. Nagy mértékben fog változni a település képe, hiszen egy modern új épület, egy nagyméretű új épület kerül az iskolánk udvarába, a település központjára. Az említett fejlesztéseken felül még az önkormányzat és a művelődési ház épületét is felújítják 100 millió forintból. Ez gyakorlatilag 3 lépcsőfok az én fejemben. Ha azt mondjuk, hogy a
sportcsarnok megépítése, az gyakorlatilag az aktív sportolókat, az iskolai tanórákon részvevő gyermekeket célozza meg, gyakorlatilag az aktív fiatalokat, számukra ez biztosítva lesz. A művelődési ház szintén, hiszen a kultúra, művelődés, kikapcsolódás biztosítva lesz még magasabb színvonalon ebben a körben és ezen a településen. Az orvosi rendelő, illetve nyugdíjas klub, az pedig azt mondom egy kicsit talán az idősebb generációt, akik ezt igénybe veszik, az ő számukra is létjogosultságot biztosít ez, és egy biztonságot, egy létbiztonságot, és ezáltal úgy érzem, hogy a település létjogosultsága erősödik, hiszen ahol ezek az alapszolgáltatások léteznek és erősen léteznek, felújításra kerülnek és stabil intézményekben működnek, annak a településnek az elsorvadása lelassul, annak a településnek a létjogosultsága biztosított, és az emberek helyben jól érzik magukat, egy élhetőbb települést tudunk biztosítani a számukra. Hőgyészen egy hónapja döntöttek a helyi értéktár bizottság megalapításáról, és főként olyan tagokat vontak bele, akik sokat tettek a településért. Jelentős értékekkel rendelkeznek műemlékek terén, megtalálható a Szent Kereszt katolikus templom, mely egy jelentős történelmi érték, ezen kívül az Aponyi kastélyt is felelhetik az ide látogatók. Megyei kuriózumként tekinthető az önkormányzat homoktövis ültetménye, melyet szintén szerepeltetni kíván Hőgyész a megyei értéktárba. Ezzel mi folyamatosan dolgozunk, folyamatosan felhasználjuk, értékesítjük, illetve saját használatra is a gyermekétkeztetésbe bevonjuk, és saját kisüzemünkben a gyermekek számára biztosítunk ezzel ibólevet, és folyamatosan kiszolgáljuk az óvodánkat ezzel a dologgal, ami egy egyedi dolog, azt mondom országos szinten, és egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen egészséges gyümölcslevet fogyasztanak a gyerekek. Műemlékek, szobrok, keresztek sokasága található még a településen, melyeket már vagy felújítottak, vagy felújítás alatt vannak, és szintén szerepeltetni kívánják ezeket a megyei értéktárban. Egy teljes paletta készítését is tervezik, mely az ide látogatók számára tünteti fel a helyi említése méltó értékeket.